Mi nagyon szerencsések vagyunk, mert még egy most is tartó világkörüli útra indulhattunk, ahol volt szerencsénk megünnepelni a táj új évet, ami a világ legnagyobb vizes pólós bulia. De utaztunk tuktukon Bangkokban, emese vállát egy félszemű majom kóstolgatta, miközben az én kamerámat el szerették volna lopni. Jártunk gyönyörű homoksivatagban. Kóstoltunk bogarakat és mindenféle undorítóságokat, és reggeliztünk a Mekong folyó mindenféle higiéniát mellőzve Dél-Vietnámban. Meglátogattunk ősi hindu szentélyeket Balin, de jártunk olyan templomban is, ami kívülbelül ezüstből készült el, aminek oldalán emese még Marvel szuperhősöket is talált. Vadásztam Polipra, egy lakatlan szigeten, ahol körülbelül egy hétig laktunk ingyen fotókért és videókért cserébe. Vulkánokra másztunk fel, elképesztően jó fejemberekkel ismerkedtünk meg, és Dél-Kelet-Ázsia 7 különböző országát 10 hónap alatt végig táncoltuk. Aztán Európába költöztünk, ahol egy csomó országban laktunk hónapokon keresztül, beleszagoltunk a kultúrába, a helyi ételekbe, személyes kedvencem például Olaszország volt, ahol 4 hónapot sikerült eltöltenünk a tavalyi év folyamán. Etettünk mormotákat az ausztriai Alpokban, ahol elképesztő helyeken túrázhattunk. Utunk folyamán pedig végig dolgoztunk online, csak egy laptopról, amihez csak internet kellett. Ha te is el tudod képzelni, hogy élj egy ilyen életet, mint mi, ami szerintünk elképesztően különleges és csodálatos, akkor ez a videó mindenféleképpen neked szól, és tarts velünk a következő pár percben. Nagyon hideg van. Most az történt, hogy feljöttünk ide Tenerife tetejére. Majdnem, hogy, mert hogy az ott a teteje, az ott a Teide, ami amúgy egész Spanyolország legmagasabb pontja, és a lényeg, ami lényeg, hogy ez a videó arról fog szólni, hogy megmutatunk... Nem. Nem. Ez a videó egy ígéret nektek, és meg magamnak is, hogy 7 napon keresztül megpróbálom egymás után minden nap ki fogok tenni egy videót arról, hogy milyen a digitális nomádnak lenni, tippeket adok ez ügyben, tehát gyakorlati, meg elméleti tippeket, meg én is, meg ő is. Bele fogunk menni bevételbe, kiadásba, milyen költségekkel jár ez, egy kis inspirációs dolog, mert arra jöttünk rá, hogy nem nagyon csináltunk ebben a témában elég videót, és... Viszont sok mindenkit érdekel. Tehát ez a nulladik rész, és ez nem számít bele a 7 epizódba. Nagyon igyekezni fogok tényleg minden nap kitenni egy új videót, ez lehet, hogy lesz benne egy-két hézag, mert hogyha bejön valami munka, akkor azt nyilván meg kell csináljam, és egy ilyen videó elkészítése simán lehet 4-5-6-8 óra is. Illetve annyi, hogy nem tudom mennyire ismerős... Még meg se lögtem, esküszöm. Még él. Csak itt volt egy kő. Igen. Na szóval... Guten Tag. Szóval azt akartam mutatni még, hogy nem tudom mennyire ismerős ez a hely, várjatok, megmutatom. Tehát ha emlékeztek, valahol ott voltam lent, és onnan fotóztam ezt a csillagforgós, csillagmozgásos éjszakai képet az év elején. Ott álltunk Bálinttal, és a mai terv pedig az, hogy valahol ott van egy parkoló, és ott szépen körbe fogjuk sétálni ezeket a sziklákat. Ez egy nagyon kicsi túra, szerintem egy óra alatt megvan talán, vagy másfél. És hát ez a mai terv. És bemutatjuk nektek Robertet,
ő a kis 125 köbcentis robogónk, aki hát kicsit megküzdött azzal, hogy följöjjünk ide a hegyre, de feljött. Szia Robi! Szia Mi! Ja, te jössz? Ezzel a videóval, vagy videó sorozattal alapvetően kétféle ember típus szeretnénk megmozgatni, hogyha ez így sikerülne, az nagyon jó lenne. Először is mi is tudjuk azt, hogy kell pozitív példa az embereknek. Mikor mi eldöntöttük és kitűztük célul, hogy már pedig online munkákból megélünk, és körbeutazzuk közben a világot, miközben dolgozunk. Ezt mi azért tudtuk eldönteni, mert hogy angol nyelven amerikaiak, kanadaiak, ausztrálokból már nagyon sok ilyen ember megmutatta, hogy ez igenis lehetséges. És nekünk ott volt millió pozitív példa, és láttuk azt, hogy ha ők meg tudták csinálni, akkor mi is meg tudjuk csinálni, és tök jó lenne, hogyha Magyarországon tudnánk pár embernek egy ilyen pozitív példa lenni. A másik embertípus pedig olyan emberek, akik már online megélnek gyakorlatilag, online dolgoznak, online keresnek pénzt, de nem mutatják meg magukat, és hogyha megnézitek, akkor nagyon kevés ember mutatja meg magát így Magyarországon, hogy nagyon kevés ilyen digitális nomád, vagy ilyen teljes mértékben online bevételből megélő ember van, aki így a YouTube-on mondjuk fönt van, vagy így tényleg aktív. Pedig valószínűleg több ezer vagy több tízezer ilyen ember van, aki beszél magyarul, vagy Magyarországon él, csak nem látjuk őket, és azért nem gondoljuk azt, hogy ez így lehetséges annyira. Na mindegy, őket is szeretnénk egy kicsit talán buzdítani arra, hogy mutassák meg magukat, legyenek egy pozitív példa, és terjedjen el ez jobban. Tök jó lenne magyarokkal találkozni, mint digitális nomádok, itt Tenerifén, vagy Ázsiában, vagy bárhol. Igen. Lényeg, hogy jöjjetek velünk utazni, ne legyünk egyedül. Ja, így egy kicsit egyedül érezzük magunkat. Nézzétek csak, milyen jól látszik ott, hogy folyékony láva. Lefolyt innen, kitört a vulkán, itt folyt a folyékony láva, és ott megszilárdult, és így látszódnak a kis rétegek. Tényleg a tervünket pedig még el sem mondtuk, hogy ugye most jöttünk ide a szigetre a hétvégén, találtunk is egy lakást, magyarok segítettek nekünk, akiket mi korábban itt megismertünk a szigeten. Ők adtak ideiglenesen pár napra szállást, illetve az egyikük segített nekünk lakást találni, egy ismerősi lakásra lehet kiadva nekünk 4 hónapra. Úgyhogy március közepéig, 10-ig, ugye? 10-ig, március 10-ig foglaltuk le a lakást, addig leszünk itt, ha addig ki nem rakják a seggünket itt a járványhelyzet miatt. Ja, és ne tévesszem meg senkit, hogy itt most kapucniba vagyunk, és két pulcsiba meg fázunk. Hány fok volt lent, ahonnan jöttünk, ahol lakunk? Hát, reggel volt 25-9 órakor, amikor jöttünk, nem tudom, az nem több. 28-at mondott mára, vagy 29-et árnyékba, ahol lakunk, itt pedig 15-öt. Itt fel. Mesteralkot. De úgy látom, feladta a vagy, megtalálta a megfelelő spotot. Ugye ott a tejde mögöttünk, és amiben nagyon bízok, hogy majd ugye itt leszünk egész télen, és hogy szerencsénk lesz, és esni fog a hó a tetején, és gyönyörű fehér lesz, és úgy lefotózni, úgy lesz az igazi, úgy fog igazán jól kinézni szerintem. Úgyhogy szerintem biztos, hogy jövünk még ide vissza egy párszor, viszont most egy kicsit rohanósra kell fognunk magunkat, mert elment nagyon az idő.
Nézzétek csak, ott folyik át a láva a sziklák között, valamikor régen, gyönyörűen látszik, hogy átfolyt a láva, elképesztő. Azt pedig elfelejtettem említeni, hogy ez az első alkalom, hogy vlogolunk az új objektívünkkel, a 714-es ultraszíres látószögű Olympus Pro objektívvel, ami full frame gyújtótávon ezt a látószöget olyan 14 mm-re tegyétek, tehát ez egy nagyon-nagyon széles látószög, erről majd lesz külön videó természetesen, hogy mire jó ez és hogy hogyan érdemes vagy mire használni. Amúgy ez itt ez egy kompozíciós aranybánya, egy fotós paradicsom, ez a kis 3 kilométeres kis túra szakasz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fog még jönni párszor. Miről beszéljünk azon kívül, hogy kiadások, bevétel, konkrét bevételi források. El akarom mesélni nektek majd az én történetemet, mert én aztán mindennel is foglalkoztam, mire rájöttem arra, hogy miből tudnék pénzt keresni úgy a neten, hogy még szeretem is csinálni. Nekem egyszerűbb volt. Na, hogy hagyjatok kommentbe. Hagyjatok kommentbe tippeket. Ennyi, ez tényleg egy folyamat. Tehát, hogy mikor ezt felveszük, a többi epizód valószínűleg még nincs felvéve, hogyha te ezt így azonnal látod. Ha van ötletetek, mondjátok el. Ha meg később látjátok, akkor lehet, hogy később majd csinálunk róla, nem ebben a hétrészesben, hanem máskor egy epizódot. És akkor arról is átbeszélünk mindent, hogyha tudunk. De most próbálok nem orra esni. Hát hamarosan jön akkor a 7 részes epizód. Minden oldalunkon, Facebook, Instagram, ilyesmin, erről mindenkit tájékoztatni fogunk. Hagyunk egy-két napot ez a videó és a 7 részes epizód között, hogy... Most pedig megyünk szülinapozni! A Emese születésnapját ünnepeljük. Kedves Emese, mit hazudjunk? Hány éves vagy? 32. Új, oké. Okay. Nem hazudtunk sokat. Igen. Ja, mert hogy Emesének szülinapja volt ma november 14-e van, amikor kirakjuk ezt a videót, akkor nem tudom mennyi lesz, mert úgy fogom időzíteni, hogy legyen egy hetes ilyen szabadságot, ki tudjak erre venni erre a dologra. Úgyhogy... Boldog szülinapot nekem! Így van, iratkozzatok föl Emese kedvéért, meg a következő 7 epizódért. Ha ez lement, akkor újra fotózás, és utazás a téma. Úgyhogy hamarosan találkozunk a következő videókban. Végig napot! Sziasztok!